úgy indult ez az egész, hogy kijött a villanyszámla, az éves villanyszámla, és néztem, és 100 ezer forintot kellett kereken ráfizetnem az éjszakai áramra. Nem, hogy annyi volt a számla, annyit kellett ráfizetni. És akkor döntöttem úgy, hogy valami alternatívát nézek, amivel tudnák spórolni, hogy sokkal kevesebbe kerüljön a fürdés. És így találtam az interneten a szolárt, a Tokyo Solar csövet. Hát a szimpatikus az volt, hogy a Tokyo Solarban, hogy ők nem komplett rendszereket próbáltak nagy pénzeké árulni, hanem amire szükségem van, ha 18 darab szolárcsőre van szükségem meg hozzá a tartóra, akkor azt vásárolom meg tőlük. Ha 15-re, akkor 15. Mert nagyon sokan komplett rendszereket árulnak, csak az esetleg elég drága. Az ő felszerelésükkel, együtt a kiegészítőkkel, együtt a szivattyúval, kényelítő tartályokkal, ilyesmivel. Itt viszont csak magát, ha a csövet kértem, azt kaptam. És árban viszont a többihöz képest is szerintem nagyon jó. Könnyen összeszerelhető, nem nagy tudomány kell hozzá. Hát a tapasztalatok nagyon jók, mert tulajdonképpen ahogy tavaly felszereltem, ez tavaly ilyen május környékén történt, egész szinte november végéig erről fürdött a család, egy négytagú család, meg amikor a fiam itthon volt, öten is fürdöttünk róla, de meggyőzött. Tulajdonképpen az, ami pénzbe kerül, az maga a keringető szivattyúnak az áram használata. Mert nálam például egy 80 vagy 110 wattos kétfokozatú keringető szivattyú van felszerelve, és én nekem a 80 a alacsony fordulaton forog, az azt jelenti, hogy óránként 80 wattot fogyaszt. Na most, ha egy jó napsütéses napon 10 óra hosszát folyamatosan megy a keringető szivattyú, az ugye 800 watt, 40 forint kilovattja az áramnak, így akkor 84-32 forintba kerül a napi fogyasztása a keringető szivattyúnak. De ez annak függvénye, hogy hány órát működik. Én maximum egy 10 órát számoltam működésnek, de lehet, hogy csak 8-at megy, attól függ, hogy mennyire borús az idő, vagy esős. De hát az annyi, mint egy 80 wattos izzó, végül is a lakásban annyi a fogyasztása. És ebből 4-5 személynek előállítja a melegvizet, amiből tud fürödni. Tehát anyagilag nagyon megéri, az biztos. És mondom, egy olyan 7-8 hónapot lehet rá számítani, hogy kielégíti a fürdés lehetőséget. Nagyon meg vagyunk vele elégedve.